Na, a téli edzés szépsége, vagy inkább én úgy mondanám, hogy nehézsége, amiért én utálom, azt így megmutatom a nyári rétegig. Lehet, hogy nem is fog beleférni egy sorsba. Ebben a szipogás, takony fújás nincs is benne. Csak most lemesszük azt a ruhát, hogy van 800 ml víz, izzadság. Aztán lehet mosni is, meg teregetni. Ó, de jó lett a hajam legalább, az az egy. Kesztyűt már levettem, úgyhogy előnyben voltam. Ez a nyáron is megvan a zene, de akkor a zene meg a rövid gatya, aztán kész is vagy. Az én nyáron sokkal könnyebb. De gyűlölöm a teret. Dzsuvára összeizzadva minden. Szétfagyva lábúj, lefagyva ujjak, nem érződnek. Pedig síkesztyű volt. És még csak 3 fok volt. Nincs is hideg. Még 3 fokot hűlhet, akkor lesz se hány fok. Onnét már nem tud hova hűlni, mert a mínuszt már annyira nem érzed. Hát igen, csak egy 32 fokkal van hidegebb annál, mint amit én szeretek. Ezt a 35-öt. Hú, jönnek a sízoknik. Bocs, hogyha nem férd bele egy sortba. Ami nem csodálkozom. És ez még a mókásabb része az edzésnek. Az egyetlen jó, amit tényleg szeretek, amikor abba hagyom, amikor befejeztem. Ezt már nem vehetem le, mert a YouTube letiltana, mert ugye mesztelen nem vetkőzhetek. De még azért itt van. Egy-két rohadt büdös izzadt dzsuvás mosandó retek. Meg itt is van még egy. Az utolsó réteget nem fogom levenni. Azt hidd el, hogy az is rajtam van, nem ez a bőröm. Egy. És csuromvizes zokni, úgyhogy meg van fagyva a lábben. Ezt imádom a legjobban. Ezért szar, hogyha ilyenkor defekte meg kell állni, vagy bármiért. Azt üdőgyuszi. Legalább. Na végre. Na akkor levetkőztünk. Egy rétegig. Most vagyunk a nyári szinten. Ennyivel szarabb a tél. Hát ez ilyen. Lehet mosni ezt a sok szart.